Tisztelettel köszöntök mindenkit. A Bosch a következő tanévben egy újabb első évfolyamos Bosch osztályt szeretne indítani a 60. Szent István általános iskolában. A dolgozók igénye alapján egy további 32 fős első osztály indítása lenne szükséges. Mindez egy újabb tanterem teljes körű felújítását teszi szükségessé. A munkát az önkormányzat végzi, a költségeket a cég állja. A Bosch nem csak a kormányzat stratégiai partnere, hanem a városnak is a stratégiai partnere, és az elmúlt időszakban ezt a gondolkodást sikerült megerősíteni. Számos olyan projektet indultottunk el közösen, amelyek országosan is egyedülállóak. Egyik ilyen projekt a Bosch iskola, amely folyamatosan fejlődik. A Bosch még akkor merül fel, amikor az új ipari parkról, az új 60 ipari park fejlesztésről beszélünk, hiszen ott a Bosch 16 évre írt alá egy szerződést, amelyben visszabérli az állami beruházótól ezeket a területeket. Ez azt jelenti számomra, és úgy gondolom, hogy a Boschnak is, hogy hosszú távon elköteleződik 60 mellett. Több tapos második fordulós pályázatról is döntöttek a testületi ülésen, mivel a korábbiak eredményéről még nem kapott értesítést a város. Még egyes települések már megkapták a támogatói szerződéseket is, addig 60 esetében nem születtek meg az elutasító határozatok, ami azt jelenti, hogy ezekben a kérdésekben hivatalosan nem tudunk tovább lépni, hiszen nincs a kezünkben elutasító határozat. Nagyon szeretnénk összehasonlítani azokat a pályázatokat, amelyek nyertek, és a 60-i pályázatokat, hogy vajon 60 város mit rontott el, mit hibázott, hogy a jövőben ezeket tudjuk korrigálni, és még jobb pályázatokat tudjunk benyújtani. Ugyanakkor természetesen kiírásra kerültek a top 2-es pályázatok, amely pályázatok viszont nem azonosak az előző pályázatokkal, itt a műszaki tartalmat, illetve az összefüggéseket is alaposan át kell vizsgálni, és egy más rendszer szerint benyújtott pályázatokat kell benyújtanunk. De ettől függetlenül a mi feladatunk az, hogy folyamatosan pályázunk, a lehető legjobb pályázatokat nyújtsuk be. Így például pályáznak a kerékpárút bővítésére, ami a Balassi-Bálint úton végighaladva kimenne Nagygombosig, onnan pedig az Agyváig, a gáton pedig összekapcsolná a várost. Teljes egészében 400 millió forintból megújulna a belvárosi piac, új szolgáltatások is megjelennének itt. A Kossuth téren található házi orvosi rendelők is új nyilászárókat, burkolatokat és fűtésrendszert kapnának. Emellett döntöttek arról is, hogy támogatják a Média 60 Kft. Fejlesztését, így hamarosan már nem csak a Digi, hanem a UPC hálózatán is elérhetőek lesznek a 60 TV műsorai.